el hát, tudja képzelni, hogy egy újabb lemondásba tudja kényszeríteni a köztársasági elnököt? Miközben az előző lemondása még itt lebeg a Fidesz feje fölött? Hát, meg, ha beszélgettünk erről januárban Novák Katalin lemondásáról, akkor szerintem ugyanezt a kérdést feltettem, nem, nem, is nekem, de a beszélgető partnereinek, hogy el tudja képzelni, hogy Novák Katalin lemond, és akkor azt mondták, hogy nem, igen, én úgy gondolom, hogy Súlyog Tamásnak egyszerűen nincs más választása, tehát vagy lemond, a méltóságának még a darabkáit megőrizve, vagy pedig Orbán Viktor fogja elküldeni, mint hogy elküldte Novák Katalin. Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a konkrétan Rónai Egonnal újabb adása egy olyan politikussal, aki gyakorlatilag gyerekkora óta a politikában él, de mégis soká tartotta, amíg maga is politikusi életre vágyott és kezdett bele. És hát azóta kap is támadásokat emiatt bőségesen. Dobrev Klára a vendégünk, a DK politikus, Európai Parlamenti képviselője, a DK, az MSZP és a párbeszéd EP lista vezetője. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok, köszönöm. Részletesebben nem mutatunk be, mert aki minden, minket néz, biztosan minden tud, ami tudható. Ha máshonnan nem, akar egy Wikipédia oldalról és a hírekből. És hát most ugye itt vannak egészen friss események, amikkel nyilván érdemes kezdenünk, és ehhez hozzá is fűzem rögtön a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy a mi beszélgetésünk csütörtök délben készül, ezt önök csütörtök este vagy péntek reggel láthatják attól függően, hogy az Index fórumain vagy pedig az ATV-en tekintik meg. Ez fontos azért, mert hát elég gyorsan zajlanak az események, és elég sok minden történik néhány óra alatt is most a hazai belpolitikában. Hát igen, nagyjából, mert most önhöz éppen az ügyészségről érkeztem, ahol Polt Péternek adtam át egy csomagot, amiben benne vannak azok a tények, adatok, szerződések, bizonyítékok, amelyek azt bizonyítják, hogy súlyog Tamás köztársasági elnök, a földmaffiának Csongrád megyében egy figurája volt, és saját maga írta alá és ellenjegyzett szerződéseket, amelyek bűncselekménynek minősülnek. Ezek az úgynevezett zsebszerződések, hogyha erre emlékeznek még a nézők vagy a hallgatók, ugye a külföldi állampolgárok azok nem vásárolhattak Magyarországon földet, és éppen ezért elbújva cégek vagy más magánszemélyek mögé, ha úgy tetszik, sutyomban, stikában vásárolták meg ezeket a földeket, és különböző használati kölcsön jelzálók szerződéssel biztosították be magukat, jelen esetben mondjuk például még egy ingyenes ajándékozással is nagyon életszerű, hogy valaki 100 hektár földet oda ajándékoz egy vadidegennek. Igen, ez elég akkor fordulhatott elő Igen. akkoriban, vagy akkoriban sem. Viszont ugye a legaktuálisabb kérdés ezzel kapcsolatban az ön állítása, hogy köztörvényes bűnöző Súlyog Tamás köztársasági elnök. Ami hát akkor mondható valakire, ha őt elítélte a bíróság. Egészen addig ez egy feltevés. Köztörvényes bűncselekményeket követett el, aki köztörvényes bűncselekményeket elkövet, az köztörvényes bűnöző. Természetesen lehet elkezdeni nyelvészkedni, de azt hiszem, hogy mind a hallgatók, mind a nézők azok egyetértenek velem, hogy aki elköveti ezeket a bűncselekményeket, az bűnözőnek hívjuk a magyar nyelv szabályai szerint. A mai napon Polt Péternél azért voltam, mert az ügy egyébként sokkal bonyolultabb, mint ahogy az első pillanatra látszik. Amikor azt mondom, hogy földmaffia, vagy hogy egy hálózat, ahol kézkezet most alapon intézték ezeket az ügyeket pénzért, nem is kevés pénzért, akkor, akkor ennek nagyon sok szereplője van. A zsebszerződések, ezek a bűncselekményeket elkövetők, azok 2014-ben, és súlyog Tamás is gondolom, 2014-ben hátradőlt, és azt hitte, hogy ú, akkor most minden rendben van, ugyanis a Fidesz kormány hozott egy olyan törvényt, hogy onnantól kezdve egyszerű magyar állampolgár nem támadhatja meg ezeket a szerződéseket, hanem odaadta ezt a jogot Polt Péternek a legfőbb ügyésznek. Ma azért voltam a legfőbb ügyésznél, és azért adtam oda neki a teljes paksamétát, mert törvénytisztelő állampolgárként nem tehettem mást. Ha megtehettem volna, akkor magam kezdeményeztem volna ezeket a pereket. Nem vagy. személyesen Polt Péter fogadta? Természetesen nem. Hát Polt Péter azért nem annyira bátor ember, hogy személyesen találkozzon hm. bárkivel is, nem csak hogy velem, de egy ellenzéki képviselővel, hanem átvetettem egy munkatársával. De ami fontos, hogy innentől kezdve Eddig tartott a törvénytisztelő állampolgár énem, hogy a törvény azt mondja, hogy Polt Péter az egyetlen. Gondolom mindenki hátradőlt 2014-ben, hiszen Polt Pétert pontosan tudjuk, hogy miért tartja az Orbán kormány, azért, hogy elsikálja, eltussolja ezeket a fideszes bűnöket. De hát ilyenkor megszólal a politikus énem, azért mutattam be ezeket a bizonyítékokat a sajtónak, azért adtam oda fizikailag is a sajtónak, mert egy ilyen ember nem maradhat köztársasági elnök. Novák Katalin még bűncselekményt sem követett el, és mégis morálisan megsemmisült a magyar állampolgárok szemében. Hát egy olyan ember, aki bűncselekményt követett el, az százszorosan semmisül meg, és hát teljesen méltatlan arra, hogy a nemzet egység. Most mondta ki a, kulcszót ebben a történetben, valószínűleg a moralitás szót, mert hogy jogilag nagyon nehéz lesz ezzel állítólag valamit kezdeni. Ugye tegnap például Hak Péter szólalt meg elmondva azt, hogy hát nincs az a bíróság, amit be tudja fogadni ezt az ügyet is, ami bíróság el tudja ítélni az adott esetben, hogyha bűnös is Sajog Tamást, mert hogy elévültek ezek az ügyek. Másrészt az ügyvédkör, amelyik egy szakmai szervezet, annak az elnöke Horváth Lóránt úgy vélekedik, hogy azok alapján, amiket ő állított, a vezető átadása önmagában nem volt jogellenes, és ő csak ebben működött közre, ha ennyi a történet, mint amennyit eddig ismerünk sokkal, több a történet, és több mindenben működött közzel, hogy ezt a dokumentumok is bizonyítják, és ha per van, akkor természetesen tanuk is. Válasszuk külön. Polt Péter ügyészségének kutya kötelessége eljárni, mert ezeket a szerződéseket semmissé nyilvánítani, hiszen ezek érvénytelen szerződések. Egy törvénytelen föld földátjátszás, földmutyit akartak ezek a szerződések leplezni. Ezek törvénytelen szerződések, és ennek a törvénytelenségnek a megállapítását Pol Péternek kutya kötelessége megtenni. De majdnem a... negyed a később ennek az a következmények ez... semmisé teszi visszamenőleg? Abszolút. Erről szól a 2014-es törvény. Hát egyrészt visszamenőleg, tehát az, ami semmis, az semmis. Tehát Na, az én most értem, is de is. lehet, hogy azóta hatszor gazdát cserélt ez a föld. És a 2014-es törvénymódosítás éppen erről szólt, hogyha emlékeznek rá, ez a, talán a Nix bogri után volt még már egy pár évvel, ugye emlékeznek a erre vagy vircsaft, vagy miket mondott, nagy mellel. Valami ilyesmi volt, nagy mellel a Magyarok földjét, miközben kiderül, hogy maga a fideszes hálózat volt az, ami átjátszott ezt, például osztrák gazdák kezébe. Szóval volt Péternek kutya kötelessége a 2014-es törvény alapján, ezt az eljárást megindítani, és bíróságra menni. Mondom, sajnos senki más nem teheti meg a fideszes törvények alapján. Az, hogy egyébként az ezekben való közreműködés az elévült vagy sem, én azt javasolnám súlyogtamásnak, Tamásnak, hogy ne próbáljon meg emögé bújni, vagy hátradőlni, hogy ó, akkor semmi gond. Egyrészt szerintem mindegy, hogy valaki 5 éve, 10 éve vagy 15 éve követette el bűncselekményt, ha elkövette a bűncselekményt, alkalmatlan arra, hogy köztársasági elnök legyen. De remélem, hogy a nézők és a hallgatók azok nem bántódnak meg. Ha azt mondom, hogy viszont holnap egy újabb sajtótájékoztató keretében ennek az egész súlyok történetnek egy kicsit más aspektusból be fogom mutatni a büntetőjogi következményeit. Van több anyaguk? Van folytatása van, ennek az van, van, ugye azt kell megértenünk, hogy az elmúlt hetekben mi nagyon sokat dolgoztunk ezen. Szerintem az is a tisztességes politikusi magatartás, ha valakinek tudomására jut valami, akkor azt elmondja a nyilvánosság előtt. Mi elkezdtük ezt fölgöngyölíteni, és kiderült, hogy a kezdeti információn túlmenően, hát ez egy tényleg elképesztő, hogy milyen széles kört ölel, ölel át. Ez tényleg egy hálózat, ami együtt működött. De amikor elkezdjük fölgöngyölíteni, akkor azt is megértettem, hogy itt minden egyes szónak, jelzőnek, minősítésnek súlya van. Ezért nem beszélek most még azokról a büntetőjogi következményekről, amikről holnap fogok beszélni, mert most írják a végleges szöveget, és rakják össze a teljes idősort a jogászok, amit holnap a nyilvánosságnak is meg fogok mutatni. Ugye megérti, hogy ebben tényleg oda kell figyelni minden egyes szóra. Ezért lepett meg, hogy őnek nevezte a köztársasági elnököt, anélkül, hogy egy jogi eljáráson túl lett volna ez az ügy. Az ügyésének magának három napja van arra, hogy reagáljon a ma beadott dokumentumra. Tehát ott hétfőn történik valami, ez véletőleg a választási kampány végéig ez az ügy, ez bőségesen kitart fellebbezésekkel és különböző hozzácsapott fejjelentés kiegészítésekkel. Ha azt kérdezi tőlem, hogy polt Pétertől számítok-e bármire, akkor nem. Hát, az... De most mondta, hogy a törvény szerint köteles eljárni. És Tiborc István ügyében eljárt, miközben az Olaf így letette az asztalára, talán még egy ennél is vaskosabb paksa át arról, hogy milyen bűncselekményeket el, de hogy is? Hát ezt az ember tényleg arra tartják, hogy a saját családtagokat, ismerősöket kimosdassa. Ugye mindenkit meglepett, hogy 2014-ben egy tényleg nonén vidéki ügyvéd, egy szegedi vidéki ügyvéd, hogy a Istenbe lett? alkotmánybíró hirtelen mindenfajta alkotmányjogi, közjogi tapasztalat nélkül, majd pár hónap alatt csináltak súlyokból alkotmánybíróság de ez elnök De most nem azt akarja mondani, hogy a földügyek miatt lett alkotmánybíró. És utána alkotmánybíróság elnöke is lett. Orbán személyzeti politikája az kettő elvet követ, és tényleg most már ezt lehet látni. Vagy valaki legyen hithű fideszes, de tényleg meg neki vagy olyan embereket nevez ki, akik zsarolhatóak. Tényleg ez a kettő dolog, amire odafigyelnek. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez az ügy, ez elkerülte volna azoknak a figyelmét, akik döntöttek abban, hogy súlyog Tamás alkotmánybíró lesz, és különösen akkor, amikor arról döntöttek, hogy az alkotmánybíróság elnöke, különösen akkor, amikor abban a helyzetben úgy döntött Orbán Viktor, hogy egy olyan köztársasági elnököt akar, akit úgy rángat, ahogy akar. Kizárt dolognak tartom, hogy egy ilyen ügy elkerülte volna a figyelmüket. Ez Orbán személyzeti politikája. Szerintem nekünk itt most az a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy mi viszont ebből nem kérünk. A köztársaság elnökének mégis egy tiszteletre méltó személynek kéne lenni. Ez most már a tudja kérdezni, negyedik. Igen, ezt akarom kérdezni, el tudja képzelni, hogy egy újabb lemondásba tudja kényszeríteni a köztársasági elnököt. Miközben az előző lemondása még itt lebeg a Fidesz feje fölött? Hát, hogyha meg, beszélgettünk erről januárban Novák Katalin lemondásáról, akkor szerintem ugyanezt a kérdést feltettem, nem, nem, is nekem, de a beszélgető partnerének, hogy el tudja képzelni, hogy Novák Katalin lemond, és akkor azt mondták, hogy nem. Igen, én úgy gondolom, hogy súlyoktamásnak egyszerűen nincs más választása. Tehát vagy lemond, a méltóságának még a darabkáit megőrizve, vagy pedig Orbán Viktor fogja elküldeni, mint hogy elküldte Novák Katalin. Mert egész egyszerűen olyan módon mutat rá arra a gátlástalan képmutató politikára, amit a Fidesz képvisel. Papolnak itt nekünk nagy keresztény családról, papa-mama gyerekek, gyerek az első, és közben kiderül, hogy ha fideszes vagy, akkor a pedofil bűncselekményekből is kimosdatunk, vagy hogyha pedofil bűncselekményeket tusoltál el, abból is kimosdatunk. Papolnak itt nekünk a hazaszeretetről, a szent anyaföld védelméről, és közben kiderül, hogy ha fideszes vagy, akkor nyugodtan átjátszhatod a földeket ö, osztrák gazdáknak törvényellenesen pénzért, vagy ráadásul ami szerepeben tényleg ilyen széna vásárlás ez volt azzal benne, azzal papírra. fizettek, vagy, vagy ingyenesen ajándékoztak egymásnak földeket, vagy pedig szénával fizettek a földet. Tényleg pitiánerek is. De ez egyébként jó tűk, mert a szénát aztán meg nem találja az hát, ember. Jön egy szélroham, megette az állat, állat feküdt rajta, bármi Elfújta, lehet. elfújta Igen. a szél, ugye? E, tehát, hogy, hogy tényleg a, a, az ember, egyébként engem a hideg a az egész történettől, mert, mert feketén-fehére mutatja, hogy bármi, ami, amire azt hitte az ember, hogy legalább a jobboldali szavazónak, szent hogy, hogy, legalább azokat az értékeket, ha már neki nem fontos a demokrácia, nem fontosak az emberi jogok, nem fontos az, hogy szociálisan erős államot építsen fizetésekkel, nyugdíjakkal, egészségügyel, oktatással, akkor legalább az, amiről papol, a hazaszeretet, a keresztény szent család, legalább ezeket valamilyen módon őrzi, és kiderül, nem. Ez az egész ügy, nagyon nagyon Novák Katalin pedofil botránya, ez saját szavazóinak az arcul csapása, ez a Fidesz szavazóinak az arcul csapása, nem véletlen láttuk, hogy a megélhetési válságon túlmenően éppen, hogy a pedofil botrány január és február legelején az, ami megrengedte a Fidesz, Én furcsa és elveszített módon, szavazókat. Az összes felmérés azt mutatta, hogy a, az értelmiségénként túl a pedofil botrány leginkább, leginkább a vidéki Magyarországot rázta meg. Na ez... De, és ez megint inkább. a vidéki Magyarországról szól elsősorban, miközben nyilván a fejük fölött az egyáltalán nem vidékiek azok, akik üzleteltek. Hát persze. Az egész üzletelési körben, ugye ez úgy történik, hogy, az, hogy azért, hogy ne bukjanak le, Azért az egyik ügyvéd köti a kölcsönszerződést, a másik ügyvéd a haszónélvezetet, a harmadik az ajándékozási szerződést, a negyedik bejegyzés, stb. Tehát, hogy itt többen működnek együtt, hogy ne lehessen egy ember nevéhez kötni, van ennek egy mintázata, tehát lehet Abszult. látni azt is, hogy más ügyekben ez megfordul, és ugyanezek az ügyvédek mondjuk más szereposztásban ugyanígy előkerülnek. Azért ez az ügy lett ö, ö, kiemelve, ha úgy tetszik, és ez egy, egy ilyen állatorvos mert ebben az ügyben valamilyen oknál fogva, ebben minden súlyogtamást csinált. Tehát itt még arra se figyelt oda, hogy megosszá egymás között a feladatokat. Itt az aláírások egy, ennél is annál is, ugye itt a nézők egyébként nem megnézhetik, mert kint van ö, ö, az interneten, is kirakjuk a mai napon. Itt mindent súlyog Tamás csinál, de természetesen egyébként maga a mintázat az ez, ö, és, és emlékezzünk vissza, hogy Orbán Viktor akkora mellel, és döngetve a saját melkasát, és, és büszkén mondta, hogy így meg úgy megvédi a magyar gazdákat, és közben kiderül, hogy a saját fideszes haverjai verték át a magyar embereket folyamatosan. Az, hogy bűnözőnek azt lehet nevezni, még az alaptörvény értelmében is, akit elítélt a bíróság, azt én nem csak ilyen elvészkedés okán mondtam, hanem mert ugye mindennek ön is mondta, az előbb van következménye minden kimondott szónak. A Sándor Palota jelezte, hogy jogi elégtételt kívánnak venni az elhangzott mondatokért. Ez nyilván két dolgot jelenthet egy polgári Pert, illetve jelentheti azt, hogy mondjuk eljárást indítanának ön ellen, akkor viszont az Európai Parlamenthez kellene fordulni, amelyik ilyen ügyekben nem szokta kiadni a képviselőit, de hát ki tudja, hogy mi történik még addigra. Állok elébe minden ilyen típusú fenyegetőzésnek egyébként. Jó párszor fenyegetőztek már ezzel, legutóbb már nem is tudom, hogy melyik ügyet tártuk föl, talán a, a, a vérmutyit. Ja nem, Áder János, Áder János testvére, amikor kiderült, hogy ő is részese volt Ott is annak a, a, abszolút veszte. annak a hálózatnak, amely, amely aztán kitüntette, felmentette, tényleg hát már készkezett most ez az egész történet. De szintén volt feljelentés, nem tudom, áll, Zsolt felesége vér, euh, vérbutyikkal, ugye az emberi vérrel való kereskedéssel, sok minden történt itt már az el, elmúlt időben. Ezekből ebből sosem lett végül feljelentés? Hát persze, hogy nem, mert akkor bizonyítási kötelezettsége van, nem csak nekem. Ö, ö, hanem adott esetben nekik, hogy nem igaz az, amit állítok. Hát tessék azt mondani, hogy ez a szerződés nem, nem született meg. De hát tessék. ebből a szempontból az kifejezetten jó lenne, ha kikérnék a mentelmi jogát az Európai Parlamenttől, mert akkor Brüsszelben kellene, vagy Strasbourgban Igen. kellene bizonyítani a. azt hogy ezek az ügyek hogy vannak valójában. Ugye, ha Polc Péter nem ijedne meg, vagy nem teljesíteni a fideszes feladatokat, akkor ez menne a bíróságra ez a történet, hiszen neki kutya kötelessége lenne bírósághoz fordulni, amely ott is utána tanukat hallgatnak meg. Ugye ott nem csak a kreatív bizonyítás van akkor már. Akkor már meg lehet hallgatni tanukat, akkor már végig lehet venni pontosan, hogy mi történt és hogyan történt. Úgyhogy azt tudom nekik mondani, hogy hajrá, és hát azt látom tényleg, hogy az erkölcstelenség és a, talán a sunyi az a legjobb jelze, amit tudok rámondani. Az összes ilyen típusú jogi ügylet, ami itt ennek környékén, súlyogtamás környékén összerakódott, az, 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 tényleg egy ilyen, egy ilyen sunyi módon egymást, védő, egymást kimosni próbáló hálózat képét mutatja. A Sőjog lemond a köztársasági elnöki Pozícióra az azt jelenteni egyrészt önök számára, hogy győztek, másrészt, hogy ezt az ügyet ejteni is lehet? Hát én nem értek azzal egyet, hogy egy ügyet azért ejtünk, mert valaki fogja magát és elsúnyog valamerre, jobbra vagy balra. Szerintem, aki elkövetett valamit, akár bűncselekményt, akár erkölcstelenséget, annak vállalnia kell ennek a következményet, még akkor is, hogyha lemondott. Tehát azok a perek, mondjuk például, amiket poltnak el kell indítani a, 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 azoknak, azoknak meg kell tőle. Tehát erre nem lehet mentség, nem menthetünk föl valakit csak azért, mert lemond a pozíciójáról. Azt, hogy lemond a pozíciójáról, azt szerintem a, a nyilvános megaláztatást spórolja meg neki, illetve a Fidesznek tudja megspórolni a további szavazatvesztés, hiszen ö, tényleg, megmondom, a Fideszes szavazók alapértékeit, vágja pofon az elmúlt hónapok programja, vagy az elmúlt hónapok eseményei, és és azt is látom, hogy hogy az embereknek hogy, hogy tényleg tele van a hócipője, és ezt most nem csak Fidesz szavazókra mondom, mert egyszerűen elfogytak, talán erről már beszéltünk sokat, elfogyott, és nem csak a pénzük fogyott el. És teljesen mindegy, hogy az ember Fideszes szavazó, vagy nem Fideszes szavazó. Bakony Szent László voltam, 110 ezer forintos nyugdíja van a házas párnak, úgyhogy 45 ezer forint a számla és 110 ezer forinttal még azt tudja mondani ott a környéken, hogy neki még azért nagyjából jól megy. Ezt hát ez mindegy, hogy fideszes, vagy nem fideszes. Igen, ez pont, pont, ez az izgalmas ebben, hogy mindegy, hogy fideszes, nem fideszes, ugyanennyi a nyugdíja. Igen. És ahogy a fideszes, számon, fideszes politikustól számon kéri ezt, hogy fordulat elő számon kéri önön is? Én inkább azt látom, hogy reménykedik. Keresi azt, hogy van-e olyan politika és van-e olyan politikus. Magyarországon, akinek az a legfontosabb feladat, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon. Na, a Magyar Péter rögtön azzal kampányol, hogy ő, ha hatalomra kerül, azonnal megemeli ezeket a nyugdíjakat. Igen, azért javasolnám, hogy egy kicsit 450 ezer ember nyugdíjáról beszél, miközben a magyar nyugdíjasok túlnyomó egy jóval több nyugdíjas él a normális, egyébként nagyjából 250 ezer forint az a minimum, ami kellene egy tisztességes megélhetéshez, és 350 ezer fejenként egy nyugodt élethez. Hát ehhez hol vannak a magyar nyugdíjak? Tehát mondjuk a problémákat meg számokat, azt hiszem, hogy Magyar Péter nem pontosan látja, nem is foglalkozott ő ezzel, de azt látom, hogy amit az emberek keresnek, az olyan politikusok, akik ilyenekkel foglalkoznak, aki ezzel... Én sokszor megkapom kritikaként, hogy jaj, Klára, miért foglalkozol egy ilyen szakpolitikával, az nem érdekli az embereket, hiszen a politika egy ilyen tényleg celepkezésé érdekli az embereket. És ezt akarom mondani, hogy a politika az az emberek életéről szól. Ezért minden olyan vita, ami elviszi ezt, és arról, hogy ki kiről mit mondott, ki kit hogyan szidott, ki kit hogyan karaktergyilkolt, az éppen attól veszi el a lehetőséget, hogy a megoldásról beszéljünk. Hát pedig ebben most belekezdünk, de még előtte, másik per. Magyar Péter, per, hát hol vagyunk attól, Magyar Péter feljelentette Orbán Viktort, méghozzá rágalmazás miatt az ellenzék háború pártiságáról szóló kampánya mondatai, óriás plakátjai miatt. Erről mit gondol? Ha, nagyon sokszor jelentettük már föl is Orbánt. Én személyesen is jelentettem már föl Orbánt egy jó pár évvel ezelőtt. Sőt, első fokon meg is nyertem a pert, és másodfokon átalakították a bírói tanácsot és láss csodát. Azt mondták, hogy Orbán P Viktor saját véleményét mondta. Úgyhogy én szerintem Egyébként Orbán Viktor hazudik, Orbán Viktor rágalmaz, az Orbáni propaganda az meg akarja ölni azt az ellenzéki erőt, ami itt van. Hát jó reggelt kívánok, mi ezt pontosan tudjuk, ennek szerintem egyetlen egy megoldása van az meg a kormányváltás, hiszen látjuk, hogy a bírósági rendszert is teljesen maga alá gyűrte. A de mondjuk, kormány. hogyha az ügyészség hogy befogadna egy ilyen feljelentést, akkor is kérdéses, hogy a parlament a mentelmi jogát Orbán Viktornak egy ilyen kiadná -e, de ez egy másik ügy. Na de, hogyha azt mondja, hogy indulatok, meg azt mondja, hogy indulatkeltés, meg egymással foglalkozás. Ott van az ön Molnár nevű kampányfőnöke, a DK, Európai Parlamenti képviselője, aki hát gyakorlatilag szakmányban hetek óta mással nem foglalkozik, mint Magyar Péter gyalulásával. Rengeteg pénzköltre, fizetett hirdetésben, és minden áldott nap valamilyen mondatába, jelenlétébe, szereplésébe beleköt. Szentem... Ez ugyanaz, mint amit az előbb szemreányt. Teljesen más. És nem gyalulással ilyen. meg végképp nem foglalkozik. Azért, mert Molnár Csaba egy dolgot tesz. Minden egyes alkalommal reagál, amikor karaktergyilkosságot próbál meg Magyar Péter elkövetni a DK szavazója, a DK politikai közösségével szemben. Minden egyes posztja... Ha nem feszültséget akarok gerjeszteni, igen, akkor minden, minden egyes mindenre posztja. reagálni kell? Mindig? Ö, szerintem a politikai közösséget meg kell védeni. Mi ezt tettük mindig. Ha megnézi a posztokat, tényleg egyet nem tud olyat mondani, aminek reagálni. A politikai önben. közösséget szerintem Magyar Péter soha nem támadta. Leg, Legfeljebb Gyurcsány Ferencel, Tudobrev Kárát, az ön családját. Tehát, oh, hogy a, magát a politikai közösséget, mint közösséget. Hát nem mondta, a, hogy a dk sok azok olyanok, hogy. Dehogy nem? Hát a kék Fidesz az mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy egyet a fidesz. -zel. Hát azt a fajta karaktergyilkosságot egyébként uh, mi mindig is visszautasítottuk, és mindig is vele, ha a Fidesztől jött, akkor is. Ha most Magyar Pétertől jön, mert tényleg ilyen mondatok egyébként az ellenzéki politikában nem hangzottak el egymással szemben. Dehát azért, hát azért már Péter mondatait is, ha felidéznénk, voltak ott kemények. Hát én nem emlékszem arra, hogy szemkilövetőzött az már Kizai Péter. Tehát ezek olyan a, a, Fideszes lejárató kampány részét képező mondatok, Indulatkeltések, amelyeket tényleg nem találkoztunk még a Fideszen kívül. És azért zavarnak nagyon, mert Mindenki tudja, hogy akkor tudjuk Orbán rendszerét leváltani, ha az ellenzék oldalán együttműködés van. És az ellenzék mindig is egy színes közösség lesz. Ez azt jelenti, hogy szeretnének együttműködni Magyar Péterrel? Én mindenkivel együttműködöm, aki hajlandó Orbán rendszerét leváltani. És azt tartom ellenzéki politikusnak, aki ugyanezeknek a mondatoknak az elmondására képes, aki az ellenzéket megosztani akarja, egymással szemben fordítani. Vagy aki azt mondja, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter, és majd én egyedül mindent megoldok, az Orbán rendszerét erősíti. Itt találta ki Orbán a választójogi törvényt. Ezt hívjuk centrális erőtérnek, ugye, hogy ő ül, és vele szemben ott van az ellenzék, akik nem tud egymással együttműködni. Azért tudtuk 5 évvel ezelőtt felszabadítani az ország jelentős részét, legalább önkormányzati szinten 3 millió embert visszaszereztük a megyei jogú városaink jelentős részét, budapesti kerületek többségét és a fővárost, mert megtaláltuk az ellenszerét a centrális erőt. De ezt úgy érzi most is, hogy ez egy felszabadítás volt? Abszolút. Én Felszabadultak azt... ezek a városok? Önkormányzati szempontból igen. Én azt látom, hogy amikor Budapestről, vagy Pécsről beszélünk, vagy akár Szegedről, hogy egy régebbi várost is mondjuk, akkor azt látom, hogy ezek a polgármesterek, vagy éppen szombathelyen elkezdtek azzal foglalkozni, ami egy polgármester dolga, a helyiek életével. én, én a az ellenzéki, különösen a baloldali polgármesterektől semmi más nem hallok, mint az, hogy a COVID idején milyen szociális segítséget nyújtottak. Hogy Budapesten arra büszke a főpolgármester, hogy az egészségügyi ellátásban különböző MRCT vizsgálatokat finanszíroz, méghozzá úgy, hogy a kormány elvesz Budapesttől, és ennek ellenére erre Budapest. Hogy hány embernek oldották meg a lakását szociális lakásban, vagy bérlakásépítési programban. Ezekről beszélnek a polgármestereink, mert ez a mi politikánk. A baloldali polgármesterek azért foglalkoznak az emberekkel, mert a baloldali szociáldemokrata kormányoknak és nekünk, mint pártoknak is az az egyik legfontosabb dolgunk, hogy az emberek jobban érjenek. Csinálnak, amit akarnak, de nem erről kellene fizetett hirdetésben szólni, és nem sok millió forintot elégetni arra, hogy Molnár Csaba azon vitázzon önmagával egy posztban, hogy az ő ellenfele Magyar Péter náci vagy fideszes? És aztán es. eldönti nagy nehezen, hogy inkább fideszes. Tehát, hogy ez Választási, választási kampány van, ezért nagyon sokat költünk arra is, hogy ezek az üzenetek ezek eljussanak a választópolgárokhoz, mert ez a feladat egy politikusnak. Miután nem számíthatunk a propaganda médiára, ott azért, hogy mondjam, az a program, amit mi képviselünk, az nincs ott. Azt látom, hogy a kormánytól független sajtó is inkább a valóság sokkal és celebkedéssel foglalkozik. Sokkal kevesebb teret enged annak, hogy mi a programunk, ezért mi nagyon-nagyon sokat költünk Facebookon, óriás plakáton, szórólapokban, füzetekben, rendezvényeken, arra, hogy egyébként az, amit képviselünk, az is eljusson az Azt mondja, emberekhez. Azt Megváltozott a politika és megváltozott a kampányok struktúrája, stratégiája, személyek. A, akik viszik Igen. a kampányokat, és nem ügyek, meg nem különböző Mondjuk azt legalább, hogy is-is. De nem, mert vagy Dobrev Klárára akar szavazni, aki, aki a lista vezetőre akar szavazni, vagy Magyar Péterre, és nem fogja elolvasni mindkettőjüknek a programját, főként azért, mert mondjuk mindkettőjüknek nincs is, csak egyiküknek. De, de előbb-utóbb lesz Magyar Péternek is egy leírt programja, nyilván, ami olvasható, és ezeket a programokat kellene tudni ütköztetni, de érdekli-e az embereket? Igen. Biztos benne? Igen. Nem önök között akarnak választani, Nem. hogy kinek hisznek jobban? Um. Hogy kinek hiszek jobban, az nagyon sok minden nem múlik. És persze lehetnek pillanatnyi hangulatok, ezt ez, ez nem kétlem. De az, hogy ki tud tartósan fölépíteni egy politikai közösséget, ami nem csak le tudja váltani Orbán rendszerét, hanem utána tud rendesen kormányozni is, az igenis múlik azon, hogy milyen hangulatot, milyen érzeteket, milyen érzelmeket gerjeszt az adott politikus. De pont azt nem hiszik el már önöknek sokan, hogy le tudják váltani Orbán Viktor rendszerét. Azt mondják, hogy volt rá 14 évük, és hát. Egy tapottal nem jutottak közelebb hozzá, viszont itt van egy új fiú, aki százezreket mozdít meg országot járva, hát hátha hát ha ő. Ez egy kihívás? Azt látom, természetesen, hogy kihívás, mert üres nagyot mondással, azért viszonylag nehéz lesz ebből egy jó országot csinálni, és azért is kihívás egyébként, mert az ellenzéki politikus legfontosabb feladat az az, hogy a szavazófülkébe vigye vigyel az embereket, és ebben a politikai munka nagyon sok rétű. Persze, kellenek nagy utcai rendezvények is, ahova egyébként nagyon sok kíváncsi ember kimegy. Épp azt mesélték nekem Ajkán, de most legutóbb Pécsett is, hogy, hogy egyébként sok dékás meg mszp kiment, kicsit csalódottan jöttek el, hogy ugyanezt elmondja mindenhol, és kicsit unalmas, de hát abszolút az izgalom ott mondani, Mindenhol nem mondhat más, mert akkor az lenne a baj. Hát, nem tudom, de, de úgy tartalomban, hogy mit akarok az országról, akkor azért viszonylag sokat lehet mondani. Én is értelemszerűen nyugdíjakról, fizetésekről beszélek, de azért nagyon más. De nem is az a, a dolognak a lényege, hanem hogy, hogy ez a fajta izgalom meg kíváncsiság ez ott van, hiszen hát ha hoz valami bizonyítékot. Hát a nerben ült 14 éve, azzal tört be a nyilvánosság, vagy majd ő most lelántja, és akkor másnap már megbuknak, vagy elmenekülnek, vagy nem tudom. Helikopter, helikopterrel menekülnek. Helikopter. És ehhez képest csak egy Családi hangfelvételt láttunk, ami egyébként felháborító, mert mégiscsak egy hivatalban lévő igazságügyminiszter beszél. Arról, amit egyébként mindannyian tudtunk, hiszen Tóniról, Barbaráról, és már Isten tudja, hogy hívták Jó, de a harmadik az más, ha egy olyan ember mondja, így aki van. tudja. Ez és így más van. az, aki olyat mond, amit csak de, sejt. De tartalomban nem hozott semmit. Miközben 14 évig ott volt azoknál az asztaloknál, információja, adott esetben tudása, idézetek tömegével kell, hogy legyen. És én nem láttam olyat, ami egyébként az orvár volna. Az Okos lenne, hibette, ha most volna. ilyenekkel kezdene dobározni. miközben bizonyítékokat, dokumentumokat nem biztos, hogy tudna csatolni? Hát hiszen az is egy érdekes helyzet lenne, ha bizonyítékokat rakott volna el otthon a fiókjába. Hát, ha hangfelvételt rakottál, akkor mi nem lehetett bizonyítékokat is erre. De ez egy másik kérdés, e, ki, az is csúnya történet. Szerintem, minden. szerintem az, 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 fontos dolog, hogy, hogy, egy politikusnak azért, az, amikor tudomására jut valami olyan, olyan ami a Fidesz rendszerét meg tudja gyengíteni, Azt szerintem kutya kötelességek kijönni a napvilágra. Egyébként ezt is tettem, nem hitegetni, elmondani, és hogyha sikerül is megszerezni a dokumentumokat, akkor de hát Hány ilyen volt már? Hány bizonyítékot láttunk? Hatházi Ákos szakmányban hordja ezeket a nyilvánosság elé, és nem történik általa a világon semmi. És megbukott indulnak, egy Indulnak elnök. ügyek, de Általában nem történik semmi, igen. Meg, és megbukott, megbukott egy köztársasági elnök, és most meg fog bukni még egy köztársasági elnök, és több mint egy millió szavazót veszített a Fidesz, és ott volt a pedofil botrány, és senki nem beszél már a pedofil botrányról, eh, hanem elvitte a pedofil botrányról De a ha jól értem, most azt kérjük számon Magyar Péteren, hogy valójában miért nem buktatta meg az ellenzék helyet ő maga, ahogy ígérte is, az Orbán ö... kormányt. Ö mert nem is, egy, 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 egyedül nem is fogja tudni. Egy fecske nem csinálni nyarat még akkor se, hogyha egy süllyedő hajóról menekül. Ú, lehet ilyet mondani, nem, nem tudom, valami bonyolult, de érti, hogy mit akarok mondani. Nem, a nekem az. egyetlen egy bajom van Magyar Péterrel, és az pedig az ellenzék tönkretétele. Az, aki az ellenzéket akarja leváltani, ezt láttuk, jobbról jött Márkizaj Péter, és a Fidesz legnagyobb győzelmét hozta 2022-ben. Aki az ellenzéket akarja leváltani, és nem azra fókuszál, hogy Orbán rendszerét leváltsa, az meggyengített. Eddig mindenki belebukott, és nem azért bukott bele, mert a többiek csúnyán résztek rá, hanem azért, mert a szavazókat veszített el. Aki kiábrándult fideszeseket keresett, ellenzék leváltásáról papolt, az kiábrándult ellenzéki szavazók százezreit hagyta maga mögött. Nekem egy feladatom van, és teljesen mindegy, hogy ki jön szembe. Fidesz jön szembe, Torockai jön szembe, Magyar Péter jön szembe, engem nem érdekel, nekem egy feladatom van azoknak az embereknek hitet és reményt adni, és utána elhozni őket a szavazórnákhoz, akiknek előbb van Orbán rendszerében. Persze, igen, ez, ez... És erről kell beszélni. Erre van praxis, amit mond, mert hogyha visszanézünk, akkor igen, valóban ez történt Márkizai Péter kampánya után 2022-ben, de közben azt is látni kell, hogy azóta lényegében megszűnni látszik a jobbik, alig mérhető az LMP. Ugyanilyen sorsra jutott a párbeszéd, ugyanilyen sorsra jutott az MSZP. Lehet, hogy a DK most megmenti ezt a két pártot, jelenleg úgy néz ki, de ettől még abban igaza van Magyar Péternek, hogy láthatóan ezek mögött a pártok mögött már nincs ott a társadalom. Az, hogy egyébként melyik párt marad életben, vagy ki hogyan szerepel a szavazáson, egyetlen egy embernek van joga véleményt mondani, és azt úgy hívják, hogy szavazó. Hát igen, de a szavazó Tehát... már nem egyszer mondott erről és a véleményt. A én azt látom, hogy például... Tehát nem lenne LNP frakció, ha önök a nem ebben így meg. Tehát, hogy, hogy a szavazót néha felül Párbeszéd. A szavazót néha a, a... a, politikai akarat. Én soha nem szerettem azt a magatartást az ellenzéki politikusok részéről, akik így ki akarják pöckölni az ellenzékből azokat, akik nekik nem tetszenek. Szerintem 100 ezer szavazó, az 100 ezer szavazó, és persze 500 ezer szavazó, 1 millió és másfél millió, több mint 100 ezer szavazó, de nem lehet őket lenézni. A szavazó az nem egy tárgy, amit adok veszek. Nem, de mégiscsak van ez az 5%-os határ, amit ez társadalmi van. konszenzus és politikai konszenzus húzott mm. meg, tehát arra azt mondani, hogy akkor ezt írjuk és fel, ezért van politikai akarattal, az sem elegáns. És ezért van szükség mindenkire. És azért van szükség mindenkire, hogy abban az 5%-ban képviselve legyenek azok is, akik adott esetben nem tudták elérni azt a fajta szervezettséget, mint ami nekünk megvan. Én az alap politikai attitűdöm, amióta megjelentem a politikában, az az, hogy Orbán rendszerét egy koalíció fogja felváltani. Egy színes koalíció, mert ilyen a demokrácia, és nekünk ezt újra kell tanulnunk, ezt, ezt a elmogyan. demokráciát. Éppen de azon gondolkodom, ezt hogy pl. hányszor hallottatok tőlem már. Nagyon sokszor, de, ezt de ma, ebben kivel nagyon. De akarja ezt a koalíciót megkötni? Hát mutasson, gyakorlatilag nincs momentum sem, hogyha a számokat nézzük, majd meglátjuk, hogy felül tudja írni a választói akarat, Azokkal a, a politikusokkal. És a magyar azokkal. Péter marad, meg a mi hazánk. Azokkal a politikusokkal és azokkal a szavazókkal, akik egy demokratikus, európai Magyarországot akarnak az Orbán rendszer helyett. Nekem egy dolgom van, ezt a nyitottságot mutatni, és minél több embert meggyőzni arról, hogy az a politika, amit én képviselek, az jó, és Felt, ezt kövessék. Feltétlenül és... rossz az, amit Magyar Péter mond, hogy se egyik, se másik, legyünk már egyek, legyünk már egy nép, és ne az árkotásuk mind a két oldalon. Ó, ezt a Fidesztől is hallottam, ugye? Hogy ez, nem, ez ezt nem a nagy. A a azt mondjuk a Fidesztől van a nemzet, meg, meg azok, a van akik igen, igen, az az a nemzet. Meg van, igen, és aki a nemzeten belül van, az mindegy, és akkor a többiek, azok mind pedig takarodjanak el. Szerintem nagyon színes a demokraták közössége, és az jó, hogy így van. Tehát ne akarjuk. Az ellenzék oldalán soha nem lesz. Ö, ö, egy lépés, egy zászló, egy tábor, már nem is tudom, hogy hogyan szokták ezt mondani a, a Fideszesek, és éppen ezért kell megtartanunk ezt a fajta együttműködési képességet. Mennyivel jutottunk előrébb az elmúlt 14, mondjuk 12 évben emiatt a Én délke, nagyon büszke lehet vagyok. Számolni? Én nagyon büszke vagyok a demokratikus koalícióra hát sok tízezer tagunk lett, sok százezer aktivistánk lett. Ott vagyunk az ország minden egyes pontján. Nagyon büszkén tudom azt mondani. Több mint egy millió szavazónk van. Ha a többi ellenzéki párt elvégezte volna ennek a munkának a töredékét, akkor valószínűleg 350 százalékkal váltanánk le a fidesz a mostani választáson. Tehát az a fajta munka, amit mi beletettünk, annak látszik is az eredmény, és biztos vagyok benne, hogy most június 9-én is azt fogja látni, amikor majd június 10-én jövök az interjút adni, vagy 11-én, meglátjuk, hogy melyik Na persze akkor azt fogja látni, hogy igen, a demokratikus koalíció, ez a és zöld közösség, ez megint erősebb lett. Az, én, az én büszkén az vállalok felelősséget. Az az erősebb? Sokkal erősebb. Mihez képest erősebb? Sokkal több szavazunk lesz, mint a múltkori választáson, azt tudom mondani. Mint tudom, 19 hogy, tudom, hogy pontosan, mint 19-ben. Tudom, hogy újságírók mindig azt akarják, hogy így mandátum, úgy mandátum, amúgy mandátum. Ugye ez a Dolly már is azt jelenti, hogy a sikert. Mert hogy valóban úgy van, hogy ez ami, most kinéz, ez, ami most kinéz, ez alkalmatlan arra, hogy Orbán Viktort és rendszerét le lehessen vártani, mert hogy nincs annyi szavazója az ellenzéki oldalnak. Mondtuk ezt eddig, és amikor jön a, tiszapárt, jön a tiszapárt, és elkezdik azt mérni, hogy mondjuk DK valahol 16-20% körül, Tiszapárt valahol 20% körül, akkor az úgy látszik, mintha ez a kettő együtt több lenne, mint amit a Fidesz jelenleg mutat. Akkor, akkor mégiscsak van szavazó. Hát csak nem, szó, csak nem tudták megszólítani Ki nem őket. tudta megszólítani? Az ellenzék. Ki az történt? ellenzéki pártok. Hát a Demokratikus Koalíció egy nagy szavazói közösséget szólított meg, és nem csak megszólítottuk, hanem meg is szerveztük olyan, hogy az ellenzéki pártok, én mindig elmondom, hogy egy picit muszáj ebben pontosabban fogalmazni. Tehát arra a teljesítményre, amit a Demokratikus Koalíció mutatott az elmúlt években, én nagyon büszke vagyok. Büszke vagyok a aktivistáinkra, szavazóinkra, szervezeteinkre. Azt látom. Hogy a DK-n kívüli a szociáldemokrata, baloldali világon kívüli ellenzéki ö, szavazó, nagyon keresi a helyét, ugye, és igaza van, hát majdnem tíz párt osztozott, ö, és próbálta a helyét megtalálni, vagy próbálja most is a helyét megtalálni a liberálisokkal, tisztességes demokrata jobboldaliakkal együtt, és én nagyon szurkolok nekik hogy ne járjanak úgy, mint 2022-ben már Zaj Péterrel. Nagyon szurkolok azért, hogy ez a fajta liberális, ez a fajta tisztességes, jobboldali világ is megszerveződjön. Nekem az a feladatom, mert én nagyon hiszek abban, hogy az a szociáldemokrata, zöld, baloldali világ, amit én képviselek, az többségben legyen az ellenzéken belül, mert biztos vagyok abban, csak ezzel a politikával fogjuk tudni ezt az országot ebből a drámából kirángatni, amiben az Orbán rendszer vitte. Ez az én felelősségem. Ebben az, az országegyesítés vágyban nem hisz, hogy ez, ez megtestesülhet, hogy ebből történet valami. Ugye Magyar Péter ezzel kampányol. Ön nem ezzel kampányol, ön a győzelem reményével kampányol. Én is azzal kampányolok, csak az ország egyesítés az nem úgy zajlik, hogy mindenki fogja be a száját, és tűnjön el, csak én maradok. Ez az a macsó világ, amiből elegünk van. Ő ezt mondja? Ezt mondja. Az ország, ezt mondja a Fidesz is. Az ország országegyesítés az úgy működik, hogy megértem, hogy neked mi az érdeked, megértem, hogy te mit szeretnél, hogy kinyújtom a kezemet azok felé, akik nagyon sok mindenben lehet, hogy mást gondolnak. Egy valamiben közösek vagyunk, hogy ennek egy tisztességes demokráciának kell lennie, hogy ezt koalícióban fogjuk kompromisszumokkal megadni. Igaza van, ez egy kevésbé harcias, kevésbé macsó magatartás, amit én képviselek nem véletlen vagyok női politikus, de hiszek abban, hogy a XXI. század az ennek a politikának, a kompromisszumkész, nyitott politikának a terepe lesz, és az nem, országot nem, is csak ez Nem, a a jó rendőr, ugye mondtam az előbb Molnár Csabát és az ő működését, tehát ami a Donát Anna Molnár Csaba Momentum DK viszonylatban is történt az elmúlt hónapban. A beszélgetés elején éppen e, azt mondta, hogy milyen a, kemény vagyok e, a, súlyokkal. Na, az egy másik történet. Ez nyilván egy másik ügy. Ez teljesen nyilvánvaló, ez egy jogi ügy, amit képviselni próbál ebben a dologban. Viszont amit előbb mondott, az én azért vitatkozom, mert a DK maga nem ennyire kezes bárány. De igen. A DK az igenis harcol. A Momentumot is megpróbálja lenyomni, megpróbálja most Magyar Pétert lenyomni, felmutatni azt, hogy ezek nem alternatívák, az egyetlen alternatíva a DK. Ez politikailag jogos, csak ebből, hogy lesz összefogás. A demokratikus koalíciónak az a feladat, hogy megvédje magát. Ugye ezt mindig mondom magának, hogy a, mi mindig csak karaktergyilkolás és, és kifejezetten lejárató kampányokra válaszolunk. Az, hogy egy párt, hogyha itt ül magával szemben egy politikus, és azt mondja, hogy én nem akarok több szavazót, legyen a többieké, akkor azért annak ne higgyen, és a szavazók, nézőink, hallgatóink, hát szavazóink, ne szavazzanak, hiszen nem akarok. Na de végül együtt kéne működni, hiszen koalícióról mi a beszél újra és, újra és újra. És erről szól a demokrácia. De hát erről szól a demokrácia, hát erről szól, nézzék meg bármelyik nyugat-európai országot. Hát természetesen van egy tisztességes verseny, ahol egyébként versengünk egymással, és meggyőzzük az embereket, hogy az a politika, amit mi képviselünk, az sokkal jobb lesz nekik, jobb életet biztosít, és amikor kell, akkor koalíciót kötünk. És tudja azért az európai politika, az az egyik legjobb terepe, hogy az ember ezt megtanulja. Az Európai Parlamentben nekem hatalmas vitáim vannak a néppártiakkal, liberálisokkal, nem egyszer de tényleg késhegyig menő viták, éjszakában nyúlóak. Azonban akkor, amikor arról van szó, hogy mi európai érdeke, akkor meg tudunk állapodni. Ügyek mentén, programok mentén, legyen az klímaváltozás, legyen az az orosz agresszió, vagy legyen éppen a szociális Európa, ahol a konzervatívok tesznek kompromisszumot és lépnek egyet felé. Tehát nem ördögtől való az, hogy az ember a politikában tisztességesen versenyez, és utána pedig koalíciót köt és megállapodik nagyon sok mindenről, sőt. Ez lenne az ideális. Ha már a vita szót az Európai Parlament kapcsán használta, itt a vitáról vitatkozunk most már elég régóta, és nyilvánvalóan teljesen unalmas, hogy lesznek-e ilyen és olyan viták. Vannak is bizonyos viták Igen. persze, de most itt van ez az mtv s ügy, ahol ugye végül az történik, hogy nem megy el a kutyapárt arra a bizonyos vitára, és nem megy el Magyar Péter és a Tiszapárt általa erre a vitára. Egyetért velük, hogy az nem fel az a játék, amit az MTV játszik? persze, hogy nem fel, de hát azt tudom mondani, hogy egy kő alatt kellett élni az elmúlt tíz évben valakinek, vagy a ner bugyraim belül, hogyha azt feltételezte, hogy feljátékot fog csinálni az MTV, az soha nem volt fel. Hát az Rogán Antal és Orbán Viktor erre pontosan tudtuk, hogy ez lesz a vége. Ön elmegy? É, mindenhova elmegyek, ahova meghívnak vitatkozni, és uh, most már két vitán is túl vagyunk, ugye volt a Partizán vita, tegnap a Szabadság körének a vitája, lesz az atv vita, lesz az RTL klubon vita, úgyhogy én mindenhova elmegyek, ahova men vitatkozni, és végre szeretném, hogy ne ijedjenek meg, és jöjjenek el Dajstamás és Magyar Péter is, jöjjenek el vitatkozni. Ez ijedtség egy feltétlenül? Mondjuk, hogy Magyar Péter most nem megy be az MTV-ába 8 percet az vitázni a... négy témáról? És az atv be miért nem jön el? Azt nem az tudom, hogy az Arra még, még az ATV nem kapott még választ. Még nem kapott választ, az RTL Klub se kapott választ, de a Partizánban pedig miért nem jöttek el? Daj Tamás se jött el, Magyar Péter sem jött el. Miért? Ott azokat a vita feltételeket megbeszéltük, megvitattuk, és ott egyébként egy kőkemény vita volt, nagyon izgalmas vita volt egyébként. Végig vettük hogy azt kérdezte, hogy érdekli az embereket. Egyébként igen, érdekli az embereket. Sok százezres megtekintésnél jár, pedig hát olyanokról beszélgettünk, ami szakpolitika, nem lehetett nagyon szelepkedni, vagy nem lehetett nagyon ö, ö, nagyot mondani, vagy mellé beszélni. ezt nem szereti. Hát... E Néha a kollégák is kritizálnak azért, hogy túl sokat beszélek szakpolitikáról, és hogy majd előbb vagy utóbb ezt a választó elúnya. De én tényleg úgy gondolom, hogy ez a politika lényege. Annyira elegem van abból, hogy Orbán állandóan hagymázas gondolatokat kerget arról, hogy majd a magyarság, nagysága meg ilyenek, és úgy érzi, mintha derogálna neki, vagy, vagy hogy lenézi azt a politikust, aki azzal foglalkozik, hogy fizetések, egészségügy, oktatás. Én meg hiszek abban, hogy ez egy miniszterelnök, ez egy politikus legfontosabb feladata. Ez, ez, ez nem a programom, ez, ez tényleg a hitem, hogy egy politikust azért választanak meg az emberek, hogy ilyen az Orbánnak egyébként ciki, hétköznapi dolgokról beszéljen, arról dolgozzon, reggeltől estig ezzel foglalkozzon. És én ezzel akarok foglalkozni. És értem hogy a politika egyéniségekről és személyiségekről szól. Azt is értem, hogy ilyenkor, amikor beszélgetünk egymással, vagy egy vitán részt a partizánba, akkor szellemesnek is kell lenni, vicceket is kell néha mondani, kedvesnek lenni, határozottnak. Viccelet. Na hát, hogyha néha az is volt, mondjuk a partizán vitán mondtam egyet. De azért egy pillanatig nem felejtem el, hogy, hogy de nem ezért tartják a politikusokat. Én megértettem, és igyekszem megfelelni annak a szerepnek is, hogy ne legyek unalmas, legyek érdekes. Azt hiszem, a dinó meséltem éppen a Partizán vitában, ami egy, miután Torockai azt mondta, hogy régen is volt meleg a föld golyón, mondtam, hogy ez igaz, csak ne higgyel a Disneynek azt a hazugságot, hogy amikor a dinók éltek a földön, is nagyon meleg volt, akkor azok a dinó gyerekek, azok embergyerekekkel játszottak. A dinó meg az embergyerek sose játszott együtt. Az emberiség történetében nem volt még ilyen Felmelegedés. Taraszkai értette a viccet? Azt hiszem, hogy igen. Ez viccesebbnek hangzott a partizámban, mint ahogy magának elmondta elmondtam. El, igen, ott vagy. azért jobban mondtam el, de érti, mit akarok Viszont mondani. Viszont az szent, tényleg erről szól pontjuk, A pontjuk, ami a programpontjuk igen. nagyon rövid vázlata, az mind az Európai Unió kifejezéssel kezdődik. Az emberek, meg én azt gondolom, hogy ezt az Európai Uniót egy ilyen, még mindig egy ilyen távoli galaxisnak látják, onnan legfeljebb a csillagok háborúja jeleneteit lehet forgatni, és Orbán Viktor meg is vívja vele a maga csatáját rendszeresen. És nem feltétlenül az Európai Unió keretében gondolják a saját életüket megoldani. Ez probléma lehet egy kampányban. <hállt> Egon nagy valószínűséggel azért, mert most az ön kezében az Európai Parlamenti Választásra vonatkozó programunk került, ami értelemszerűen miután európai választásra készülünk, ezért az európai programunkat tartalmazza. Kétségkívül logikus. Logikus. De természetesen az elmúlt hónapokban, az elmúlt most már lassan több mint másfél évben az árnyék kormány működése az éppen arról szól, hogy azt a programot tegyük le az asztalra, amivel akár holnap át tudnánk venni a kormányzást. Mert az öntözéses gazdálkodástól kezdve a műemlékhivatalig, a gyermekvédelemtől kezdve az adórendszerig leraktuk azokat az alapokat, amikkel el lehet indulni. Az európai parlamenti választásokra a programunk arról szól, hogy milyen Európát akarunk, illetve Magyarország és Európa viszonyáról szól. De igaza van, az egy feladat, hogy a sok brüsszelezés mellett megmutassuk azt, hogy egyébként Európa mi vagyunk és rólunk szól. Most ezen a választáson, ha már mindenki nagyon szereti a kutatásokat, ugye a kutatások alapján most mi vagyunk az egyetlen olyan politikai erő akik nagy valószínűséggel több képviselőt visznek az Európai Parlamentben, és erős Európát, erős szociális Európát akarunk. Mind a három jobboldali párt, a Fidesztől, a Mi Hazánkon át, a Magyar Péter Szapátig, ők folyamatosan brüsszeleznek, folyamatosan gyengébb Európát akarnak, és folyamatosan a szuverenitás álcája mögé bújnak. Most mi maradtunk az egyetlen olyan erős erő, Reményeim szerint egyébként az Európai Parlamentben nem, de most azok közül, akik több képviselőt tudnak küldeni, akik viszont azt mondjuk, hogy nem nincs erős Magyarország egy erős szociális Európa nélkül, és hogy az erős szociális Európa meg azt jelenti, hogy Európa elkezd foglalkozni végre a 450 millió állampolgárral, köztük a 10 millió magyarral, nyugdíjjal, fizetéssel, egészségügyjel, oktatással, és nem csak a gazdasági vállalkozásokkal, és nem csak fogyasztóként tekint az állampolgárra. Hogy eldöntötte ebben az előző mondatában, hogy Magyar Péter pártja jobboldali? Hát nem mondja magáról, hogy de... ő, egy ő egy jobboldali ember, de az ő pártjáról nem mondja, hogy az egy jobboldali pártja, a középről beszél. Hát hogy a párt az mi, azt nem tudom megmondani, de ugye azt lehet látni minden egyes megnyilvánulásában, és ebben ugyanaz. A, jobboldal, a magyarországi oldal, amit képvisel, az egy ilyen szuverenitás álcája mögé bújó, de igazából izolacionizmus, ahogy szoktuk mondani, tehát Európától való teljes távolodás, amit én egyébként nagyon rossznak tartok, és Magyarország számára nagyon veszélyesnek. Érdekes módon az európai jobboldali pártok, azok nem ezt képviselik. Ursula von der Leyen, Európai Néppárt, csúcsjelöltje, ő kifejezetten Európai Egyesült Államokról beszél. Az, amit Magyarországon a Fidesz, vagy Torockai, vagy Magyar Péter képvisel, az egyébként az európai szélső jobb pártjainak a politikája, legyen az mondjuk Löpen, vagy AFD, Európa ügyben. Tehát most nem hmm? másról Igen. beszélek, hanem kizárólag csak hát Európa ügyben. Az, az olasz miniszterelnök működése mutatja azt, hogy mennyire nem úgy van, ahogy Orbán Viktor ezt gondolta, hiszen ő azt hitte, hogy egy szuverenista miniszterelnököt kap, akivel együtt tud működni, Melloni pedig pont az ellenkezőjét csinálja. Hát nincsen más út 2024-ben. Azok a kihívások, amik az országok előtt állnak, azokat csak közösen tudjuk megoldani. Hát... Ha már közös megoldás. Stefano Bottonival interjúztam, majd a kedves nézők láthatják, holnap kerül a nyilvánosság elé a beszélgetés, és sok érdekes dolog mellett ő azt említette meg, hogy nálunk egy nagyon komoly törést pont az Európai Uniós csatlakozás hozott a magyar társadalomban. És egy, egy nagyon szép logikát épített fel azzal kapcsolatban, hogy volt egy közös vágyunk, egy közös reményünk, hogy a nyugathoz tartozzunk. És ezt letudtuk azzal, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és nincsenek közös reményeink, nincsenek közös vágyaink ebben a társadalomban. És amíg azt nem találjuk meg, addig ez a szétdaraboltság, ez a minimum kettéosztottság, ez óvatlatlanul megmarad, mert mindenki mást akar. Van olyan elképzelése, ami egy nagy közös, Társadalom formáló gondolat, és amit oda lehet rakni az emberek elé? Szerintem van közös vágyunk, és, és nem kell lenézni ezt a közös vágyat. Szerintem közös vágya a magyar embereknek, hogy nyugodtan, jólétben és szabadon éljenek. És hát, ezt nem úgy, kell de Ez az én egyéni vágyam, ezt nem nézte le ezzel, a társadalmi vágyról de beszélt. A, De ez egyben egy társadalmi vágy is. Tehát amikor azt mondtuk, hogy Európához akarunk csatlakozni, akkor nem valami történelmi küldetést akartunk beteljesíteni, hanem egy nyugodt, kiszámítható, európai jólétet akartunk. Ez volt a vágyunk, és ez szerintem teljesen tisztességes és teljesen rendben van. És azt láttuk, hogy, hogy ez a vágyunk egyébként teljesült 2004-ben, vagy azt hittük, hogy ez a vágyunk 2004-ben teljesít. Elindultunk egy úton, nagy mennyiségű pénz érkezett ebbe az országba, de de amit most látnak az emberek, az az éppen az, hogy mondjuk 2010-ben, amikor még a lengyelek, románok, szlovákok azok ott kullogtak mögöttünk, és folyamatosan arról zengett a politika, tényleg ezt mondtuk mindig, hogy na mikor írjuk úton Ausztriát, akkor valamit nagyon elrontott a magyar kormány, hogyha Orbán Viktor kormányzása alatt pedig sereghajtóak leszünk. Miért sikerült jobban az Európai Uniós csatlakozás nem csak a baltiaknak, nem csak a cseheknek, nem csak a szlovákoknak, hanem a románoknak is, Azért, mert egy, ez a kormányuk, miközben, hát, hogy mondjam, sem a szlovák, sem a román belpolitika nem az, amire azt a kifejezést használnánk, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, nagyon durva belpolitikai csatározások hát vannak. A szlovákot látjuk is közel. Tényleg dráma. De egyik országban sem alakult ki egy kifejezetten lopásra, korrupcióra épülő állampárt. Az a fajta demokratikus vita, néha veszekedés az megakadályozta, hogy ezek a tényleg állampárti és lopásra épülő állampárti korrupt rendszerek így megszilárduljanak, mint Magyarországon. És tényleg azt látom, hogy ha egy demokrata kicsit elalszik, akkor hirtelennyében egy önkényuralomban ébred fel. Hát csak ez azoknak a szavazóknak, akik most is a Fideszre szavaznak, mert hisznek abban, amit Orbán Viktor képvisel, azoknak ez nem üzenet. De az az üzenet, hogy nyugodt és kiegyensúlyozott életük lehet végre az üzenet. Az üzenet, hogy nézzék meg, hogy soha nem látott mennyiségű pénz érkezett ebben az országba Orbán Viktor kormányzása alatt. És jobb lett a magyar egészségügy 2010 óta? Jobb lett a magyar oktatás? Versenyképesebbek a magyar nyugdíjak a román és a szlovák nyugdíjakhoz képest? Versenyképesebbek a magyar fizetések? Nem. És pedig ebből a pénzből lehetett volna már valamit csinálni. Soha nem látott esélyt kapott Magyarország. És ezt a pénzt, ezt ott látjuk egyébként Mészáros-Lőrinc jachtjaiban, meg 60 pusztai, meg Tiborcz, meg New Yorki felhőkarcoló Matolcsinak, meg mit tudom én. Önnek erről szól most ez a kampány? Ez a, ez a kampányom ez most ar, arról szól, hogy jobb és nyugodtabb életed lesz. És ebben Európa is tud segíteni. De ez a mi dolgunk magyaroké. Éppen ezért június 9-e arról is szól, nem csak LP választás, nem csak önkormányzati választás, arról is szól, hogy Orbán rendszerét meg tudjuk egyengíteni, mert szerintem egyszerűen nincs már tartaléka az embereknek, nincs időnk várni. Tehát nincs azzal is támadják, szóma, hogy ezzel kapcsolatban egy előrehozott választást ígér a szavazóinak. Hát ami, támadjanak hát, vele, nyugodtan. Ami hát nyilván egy illúzió, hogyha a Fidesz maga nem akarja. Szerintem az, hogy mit akar és mit nem akar a Fidesz, az azon is múlik, hogy mekkora erőt tud képviselni az az ellenzéki szavazó, aki azt akarja mondani neki, hogy eddig és ne tovább, és tényleg elegem van mindenből. Minden egyes választás egy esély arra, hogy megmutassuk Orbánnak, és megroppantsuk Orbán rendszerét. Azt mondták, hogy Novák Katalin nem mond le, lemondott. Azt mondják most, hogy a súlyok nem mond le, le fog mondani. Szerintem ez a dolgunk. Dobrev Klára, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a konkrétan, jövünk a következő héten is, nézzenek minket, viszontlátásra.